Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség országos Mikulás csomaggyűjtési akciót kezdeményezett, amelynek az a célja, hogy országszerte, illetve Kárpát-medence szerte olyan gyerekeknek, akik rászoruló családban élnek, Mikulás csomaggal kedveskedjünk, és országosan gyűjtöttünk számukra különböző kereskedelmi egységekben, üzletekben, vásárlók adományaiból, a vidéki szervezeteink és budapesti és környéki szervezeteink segítségével. Körülbelül 2000 csomagnyi ajándék gyűlt össze, amelyet a következő egy héten belül fogunk eljuttatni a megfelelő helyekre. Budapesten 5 helyszínen, vidéki városokban pedig összesen 12-13 városban folyt a gyűjtés. Országosan körülbelül 2000 csomag gyűlt össze, amiből Budapesten több mint 1000-et sikerült összegyűjteni. Több mint 1000 csomagot 3 határon túli területre fogjuk kivinni, Délvidékre, Felvidékre, illetve Erdélybe. Délvidékre körülbelül olyan 250 csomagot, Felvidékre majdnem 100 csomagot fogunk elszállítani, és Erdélybe körülbelül olyan 700-750 csomag kerül majd kiosztásra. Leginkább szórványtelepülések, illetve Erdélyben több településekre is fogunk adományokat vinni, mint például Tordára, Csíkszeredára, Gyergyószent Miklósra. Az egész akciónak a célja és értelme elsősorban az, hogy Magyarországon élő fiatalok önkéntesen részt vesznek olyan akciókban, melyek rászorulóknak tudnak segíteni. Tehát önkénteseink vettek részt az akcióban. A másik szempont, amit figyelembe vettünk az akció szervezésekor, az az volt, hogy mozgósítsuk, bevonjuk azokat az embereket is, akik bemennek egy üzletbe vásárolni. Ott megmutattuk nekik az akcióról szóló szórólapunkat, a önkéntes fiataljaink elmondták nekik, hogy miről van szó, és az üzletben vásárló emberek tudtak venni olyan ajándékokat, amiket mi eljuttatunk a rászoruló gyermekeknek. Tehát minél több embert igyekeztünk bevonni ebbe az ajándékgyűjtésbe. És amint látható, itt az összegyűlt ajándékok egy része itt is van ebben a helyiségben, látható, hogy nagyon sok ajándék gyűjt össze. És köszönjük minden adományozónak, aki adományával hozzájárult ennek az akciónak a sikeréhez. És bízunk benne, hogy sok gyermeknek tudunk Kárpát-medence szerte egy kis örömet szerezni, így a Mikulás ünnepének tájékán.